legidősebb kutyusunk, 5 éves. Ő a lányomnak a dolgozó vakvezető kutyája. Ő itt Kappa. Kappa, gyere! Ő 1 éves, és ő holnap megy iskolába. Körmendre kerül egy kiképzőhöz, ahol 6-8 hónap kiképzés után kerül majd gazdihoz. És ő a picike, ő a Müzli, ő 3 napja van nálunk, és 8 hetes. A Sápi családhoz 4 évvel ezelőtt került az első vakvezető kutya, akkor még saját célra, a látássérült Dóri számára. Azóta felneveltek 3 csöpséget, most pedig már az 5. legkisebb jövevény szokja az új környezetet. Amikor befejeződött a kölyöknevelés, ami 8 hetes kortól 1 éves, másfél éves korig tart, akkor az alapítványtól egy ilyen köszönő oklevelet kapunk. Itt látható már egy... Már azt sem nem fog elférni. Igen, már új helyet keresünk neki. Ezt levesszük. Hát ebben nem futunk. A szabály, hogy nem lehet bizonyos dolgokat csinálni a hámban? Igen, igen. Tehát abban nem játszunk, az munkaruha. Lábhoz, gyere lábhoz. Nagyon ügyes vagy. Akkor leült a kutyus, akkor kioldom a karabinert, akkor még mindig a lábamnál ül, adok neki egy falatot, és azt mondom, hogy mehetsz. Mehetsz, mennyi. Szuper! A dolgozó vakvezető kutya is, amikor szabadon van, vagy játszik, akkor ugyanolyan kutya, mint akármelyik családnak a kutyusa. Tehát akkor ugyanúgy játszik, ugyanúgy úszik, ugyanúgy csinál mindent. És ugye amikor erre is tanítjuk a piciket, hogy amikor így szabadon engedjük, akkor bizonyos időközönként ő jöjjön oda a gazdához. Ezt ugye megint a falatozással tudjuk elérni, hogy ugye a látássérült gazdihoz is későbbiekben lejelentkezzen. Miért kezdtetek el vakvezető kutyákat nevelni? Ugye elérkezett az idő, amikor a Dóri egyetemre került, és hát ő egy tanfolyamon találkozott egy vakvezető kutyussal, és akkor kitalálta, hogy neki is jó lenne, és akkor beadta az igényét a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolának. És nem sokkal később ugye Fidzsike megérkezett, bizonyos idő után ugye levizsgáztak, és hát ott is kinyílt a világ, tehát ezt én mint szülő is tudom mondani, hogy ugye láttam, hogy a lányom, hogy mennyire felszabadultan közlekedik. De utána az, hogy ti legyetek a nevelőik, azért ez teljesen utána, más. Igen, igen, és akkor végül is úgy döntöttünk, hogy szeretnénk az alapítványnak meghálálni, vagy hogy mondjam, tehát hogy segíteni a munkánkkal, hogy minél több látássérült az kutyus jusson, és ezért jelentkeztünk kölyöknevelő programra. Milyen őket elengedni? Hát azért most már 4 kutya van mögöttetek, vagy 5? Hát végül is ugye Fidzsi maradt nálunk, igen, és akkor végül is 2 kutyust engedtünk el eddig. Eddig az volt a szerencsénk, hogy a mellettünk lévő városban Érden lakott a kiképző, és azért szinte heti szinten találkoztunk a kutyusokkal, úgymond kutyafuttatás címén, és akkor utána megörültünk, hogy gazdisodtak, vagy éppen, hogy elkerültek, úgyhogy ez így nem volt fájó pont. Amikor elkezdjük a kölyöknevelést, akkor egy az, hogy szakmai segítséget kapunk. Vannak havonta kölyök találkozók, ahol a kiképzőkkel tudunk a nevelésről beszélgetni. Ugye az élelmezését, a kutyusnak a tápját és az orvosi ellátását is az alapítvány állja. Tehát tulajdonképpen nekünk nevelőszülőnknek az időnket és az energiánkat kell belefektetni.